Köszöntöm nézőinket, ez a Sport Ma, a Pécs TV magazin műsora. Távozik az NB1-es férfi kézilabda csapat éléről Danyi Gábor. Megkezdte a felkészülést a PMFC, és már csak az eső miatt elmaradt fordulót játsszák a kispályás labdarúgók. Ezek lesznek fő témáink, tartsanak velem. Életének 73. évében hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Varga Ferenc, a PVSK női kosárlabda utánpótlás szakosztály vezetője. Feri bácsi még az utolsó napokban is a női kosárlabdáért dolgozott. Munkássága példaértékű lehet a mai fiatalok számára, kitartása és akaratereje sok nehéz helyzeten segítette át az egyesületet. A PVSK és a női kosárlabda utánpótlás szakosztály szerda este 7 órakor néma megemlékezést tart a PVSK csarnok előtt a Verseny utcában. Mint ahogy arról már a Pécs TV nézői értesülhettek, távozik az NB1-es férfi kézilabda csapat éléről Danyi Gábor. A vezetőedző a sikeres szezon értékelése után közölte távozási szándékát a tulajdonosokkal. Az első NB1-es szezonját a 9. helyen záró csapat körülbelül 70-80%-a együtt marad. Az új tréner az eddigi másodedző Gyulai László lesz. Köszöntöm a stúdióban, Danyi Gábor. Szerbusz, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát amikor legutoljára találkoztunk itt a stúdióban, akkor még nem erről beszélgettünk, hanem a szezonértékelésről. Mi változott azóta? Hát gyakorlatilag elég sok minden változott, de az alapdolgok azok adottak, maradtak ugyanaz. Jövőre is lesz NB1-es férfi kézilabda, hála Istennek Pécsen. Én azt gondolom, hogy tovább fog erősödni a csapat. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy a jelen állás szerint nem a Laci fogja irányítani, a Gyulai Laci fogja irányítani, hanem a német Attila kapott egy felkérést, aki nagyon sokáig ugye itt a pécsi kézilabda meghatározója volt játékosként. Ő elindul az edzői pályán is, így alakult. Ez a mostani verzió, hozzáteszem, de ugye olyan világot élünk, hogy itt percről persze változik minden. Én azt hiszem, hogy ha a csapat így fog hozzáállni, és miért ne állna így hozzá, és gyakorlatilag egyet még feljebb tud lépni, akkor az a cél, amit szerettünk volna hosszú időn keresztül, hogy egy stabil NB1-es csapat lesz, az ugyanúgy fog működni a jövőben is. Beszélgettünk arról, hogy egyszer, amíg a Pécs TV híradójában, amikor készítettünk egy felvételt, hogy külföldi szóba jött, esetleg itthon egy kézilabda akadémia és más lehetőségek is, most hogy áll, akkor ez az ügy? Igen, itt is azért, tehát véglegeset nem tudnék mondani. Én nekem egyébként az alapvető célom, hogy maradjak a pécsi kézilabdába. Ez az időszak nagyon jó volt, szép volt, szerintem. Hozzáteszem, szerintem, de most én azt gondolom, hogy váltani kell. De természetesen, ha Magyarországon maradok, akkor én a pécsi kézilabdáért szeretnék továbbra is dolgozni, hogyha lehetséges, ha igényt tartanak a munkámra, akkor emellé jöhet az, hogy egy akadémiai rendszert dolgozott ki a Magyar Kézilabda Szövetség, az egyik központja Pécs lenne, és nem csak a város, hanem ebben a régióba. Én azt gondolom, ez szintén egy pozitív megerősítése lenne a pécsi kézilabdának, férfi és női kézilabdának, illetve az egész régiónak. A jelen állás szerint, és ezt is csak hangsúlyozom, ebben is lenne szerepem, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Azt sem titok, hogy külföldi lehetőség is a képbe van, de én azt gondolom, hogy nem az anyagiak játsszák jelen pillanatban még a döntésembe a főszerepet, hanem inkább a szakmaiság. Veled azért korábban, most ugye beszéltünk női és férfi csapatokról, azért a női csapat élén voltál huzamosabb ideig, mint a férfi csapat élén. Mi volt a különbség, vagy mi a különbség? A te szívedhez melyik típusú csapat áll közelebb? Egy férfi csapat irányítása, vagy pedig egy női csapat irányítása? Hát mind a kettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai is, hiszen a női szakág egy nagyon-nagyon úgymond odaadó és hálás tud lenni, de nagyon rapszódikus is egyben. Azért hadd tegyem hozzá, de nagyon, aki megtalálja hangot a női csapat tagjaival, illetve a nőkkel, az én azt gondolom, hogy bármire képes.
gyakorlatilag azért egy fiúcsapat szakmailag egy nagyobb kihívás, de ott is megvannak az előnyök és a hátrányok ugyanúgy. Hozzáteszem, a férfi kézilabda NB1, a magyar, az egy elég magas szakmai szintet jelent, hiszen nagyon hála Istennek a válogatott és a klubcsapataink is nagyon jól szerepelnek nemzetközi szinten. Ebben természetesen nem a női szakágat akarom lesajnálni, még a gondolatától is messze állok. Én azt hiszem, azért a férfiak közelebb állnak hozzám. Sportiskolával mi lesz? A sportiskola életében is változás van, ott is egy új felállás, egy új struktúra van, ott is jelen pillanatban még keressük az én szerepemet, az én helyemet. Én még egyszer mondom, ha igényt tartanak, maradók, aztán meglátjuk, hogy mellette milyen lehetőségek vannak. Ezt majd eldönti az élet és a jövő. Egy kicsit azért beszéljünk, van egy percünk körülbelül a Kézilabda Akadémiáról. Hogyan kell ezt elképzelni? Annak idején én Rádgéber Lászlóval beszélgettem a Kosárlabda Akadémiáról. Ez ugyanaz a rendszer lenne? Mint a Bozsik Akadémia labdarúgásban? A kosárlabdáit azt nem nagyon vagyok képbe. Gyakorlatilag a futball akadémiához hasonlítana. Itt egy régióból egészen a legkisebbektől a 21 éves korig felállítani egy szakmai koncepciót, megkeresni hozzá a szakembereket, infrastruktúrát mellé rendelni. Természetesen mindez financiális hátteret feltételez, és ott egy olyan tanulás-sportolás összhangba levő kollégiumi rendszerrel együtt egy olyan egészet, ami azért azt hadd mondjam el, hogy nem egy-két év, hanem egy középtávú 4-5 év alatt lehetne egy olyan rendszert kialakítani, ami a kézilabda bázisának a növelését jelenteni. Bár hozzáteszem, hogy itt minden sportágban halljuk, a kézi, kosár, foci, jégkorong, azért egy picit szkeptikus vagyok, mert lassan eljutunk odáig, hogy ennyi gyerek összesen nincs Magyarországon, ahány sportág akadémiát hirdet, nemhogy annyi sportolni tudó gyerek, de én azt gondolom, hogy ha pénz áramlik, nem csak a kézilabdában, bármelyik sportban, az csak hasznára válhat a sportágnak, hiszen a szakembereket, testnevő tanárokat végre meg lehet fizetni, lehet versenyeztetni a gyerekeket, és minél jobb feltételek között lehet nevelni. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánunk akár itthon, akár külföldön, és akkor, hát hogyha tényleg Németh Attila lesz az edző, akkor majd őt is meg fogjuk keresni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Véget ért a városi kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. A szeniorok ugyan még előrehozott őszi fordulót is játszanak, a TESZ csapata vezet a Szuperligában és az öreg fiúknál is. Márton Gábor most csak a pálya szélén. Az egykori NB1-es játékos és a Kozár Misleny edzője a kispályán is bemutatkozott idén. A TESZ szuperligás és szenior csapatának egyaránt kulcsembere, most azonban sérült. Azért végre az ember elvileg tudna egy jót focizni, tehát persze van tét, meg az ember nem szeret kikapni, de mégse ugyanaz, mint a játékos pályafutás közben, hogy az a nagy nyomás, állandó győzelmi kényszer, jó játszani, tehát itt egy kicsit kényelmesebb a dolog. A tavaszi szezont a TESZ mindkét csapata az első helyen zárta. A szeniorok már az őszi fordulókból is játszanak kettőt. Az idei kiírás rögtön a nevezési díjak csökkentésével indult, és összesen 84 együttes sorakozott a listán. Összességében elmondhatom, hogy igenis sikeres volt, amit ígértünk, azt tudtuk teljesíteni. Ugye, mint itt látszik a háttérben is, itt légvár van, most itt az utolsó fordulóban a gyerekeknek, perecet adunk. Összességében azt mondhatom, igen, nagyon jól sikerült ez a tavasz. Az osztályba sorolások nagyjából a régi rendszerint zajlottak. A Szuperligában és az első osztályban 10-10 csapat küzd meg Pécs legjobb kispályás labdarúgó csapatának címéért. A másod és harmadosztályban már 2-2 csoportra kellett osztani a 20-20 nevezőt. A szeniorokat a tavalyi 3-8-as helyett ezúttal ugyancsak két csoportra bontották, így 12-12 együttes mérkőzik meg egymással a bajnokság során. Az előrehozott őszi fordulók lejátszása után folytatás szeptemberben. Köszöntöm a stúdióban Ábrahám Attilát, aki a Pécsi Sport Nonprofit ZRT sportszervezője.
Hát ugye most már csak egy olyan forduló van hátra, ami az eső miatt elmaradt, és éppen innen majd a stúdióból rohansz, tehát mire a nézők már látják ezt a műsort, addigra már mennek a meccsek. Ugye az elhangzott a felvételen, amit láthattunk a képeken, hogy azért jól sikerült most ez a tavaszi szezon várakozásoknak megfelelően. Mégis hogyan lehetne azért összefoglalni, most már túl vagytok egy tavaszi szezonon? Igen, nagy várakozással indultunk mi is neki, mert ugyan ez nem kis feladat, és így utólag elmondható, hogy mindenképpen sikeresnek vehetjük ezt a megmérettetést, ugyanis nagyon-nagyon sok sportoló, idézőjelben sportoló jött le, és amit még ígértünk is, azt is sikerült teljesíteni, hogy két alkalommal is a kicsit családiasabbá tettük, és gyermekeknek légvárat szerveztünk le, volt egy kis perec ajándék, tehát úgy összességében mindenképpen pozitívan értékelendő ez a rendezvény. Ugye azt a nézők tudják, hogy te azért, mint bíró is, játékvezető is nézed a meccseket. Milyen volt a színvonal, melyik volt véleményed szerint az a csoport, ahol kiemelkedő mérkőzések voltak? Igazából elmondható minden csoportra, minden osztályra, hogy színvonal emelkedés volt, de különösen ott, ahol én is működöm a Szuperligába, tehát mondhatni azt egy kicsit idézőjelben, hogy véremenő mérkőzések vannak, és ugye ott már nem korhoz van kötve, hanem bárki játszhat, de csak amatőr szintig, ugye, mivel ez amatőr és tömegsportról van szó. Tehát kimondottan jó mérkőzések vannak. Ugye most éppen láthattuk az előző képen Márton Gábort, aki hát ugye régen NB1-es játékos volt. Vannak-e olyan sportolók, akik mondjuk az NB1-es karrier után úgy döntenek, hogy akkor a kis pályán folytatják rajta kívül, gondolok erre, vannak-e többen? Hogyne, természetesen. Mészáros Feri is le van igazolva, akkor a Szabados Józsi, tehát többen vannak, tehát elég sokan vannak, nyilván aki bizonyos kort elér, akkor azonnal lecsapnak rá az igazán profi játékosok. Ja, Sipos János, bocsánat, eszembe jutott, aki szintén a PMSZ-t is megjárta. Tehát nagyon sok olyan játékos van az első osztályban is, ugye akik NB2-be játszottak, mondom még egyszer, tehát a színvonalat ők igazából tudnak mit hozzátenni és tudják emelni. Fontos volt az is, hogy a nevezési díjakat csökkentettétek, tehát így lehetett azért arra számítani, hogy többen képesek lesznek arra, hogy befizessék a nevezési díjat. Mi egyéb segítség volt a csapatoknak, illetve mi várható az őszi szezonban még ezen kívül? Hát az őszi szezonban próbálunk egy úgynevezett idézőjeles ígéretünknek helyt állni, ami még plusz infrastruktúrális javítást szolgál, de ebbe igazából még egyelőre nem szeretnék belemenni, mert ez ugye anyagi függő, de vannak még komoly terveink a Várkői stadionban. Akkor most pihenő lesz a csapatok számára, és mikor folytatódik a bajnokság? Ha jól tudom, akkor az öreg fiúk már előrehozott meccseket is lejátszottak, vagy lejátszanak. Igen, az öreg fiúk is, de lejátszotta már ezt a Szuperliga és első másodosztály is, csak mivel az öreg fiúkban nem 10 csapatos csoportok van, hanem 12, így teljesen természetes, hogy egy héttel tovább húzzuk, és tovább tart a bajnokság. És szeptember 6-án kezdünk a bajnokság folytatásával a hátralévő még 7-7 fordulóba. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy új csapatok már nem is nevezhetnek, tehát csak azok vehetnek részt, akik tavasszal is játszottak? Így van, mert tavasz-ősz rendezésű bajnokságról van szó, viszont ez majd generál egy téli teremtornát, ami még szintén szervezés alatt van, meg hogyha minden igaz, akkor ebbe is lesz komoly változás, mert az idáig a nevelési központban volt, de most azt tervezzük, hogy behozzuk a sportcsarnokba, és szintén ott is nevezési díjcsökkenéssel lehet majd számolni. Véleményed szerint növelhető-e még a csapatoknak a létszáma a későbbiekben, vagy ez esetleg okozna bármiféle problémát? Mi erről a véleményed? Problémát nem okozna, mi szeretettel várjuk jövőre is majd a csapatokat, és akik nevezni szeretnének, mint új csapat, azok csak a harmadosztályba tudnak nevezni, és nyilván onnan lehet majd előrelépni, de ha lesz más csapat, ígérem, meg fogjuk oldani.
Ugye az is kiderült most, hogy a TESZ csapata nagyon jól szerepelt, mint a Szuperligában, mint pedig az öreg fiúknál. Így előzetesen nagyjából lehet-e már tudni, hogy mondjuk a tavaly évhez képest változik-e mondjuk a sorrend, tehát okoztak-e meglepetést például csapatok, volt-e olyan? Hát a TESZ játékos állományát megnézve igazából annyira nem meglepetés, hogy mind a két csoportba ők vezetik a bajnokságot. Nekem egy kicsit a Rotker gyengélkedése, hogy úgy mondjam, nem mondhatom, hogy csalódás, de meglepetés, negatív meglepetés, de azt is megértem, hogy sok sérültjük van, meg több játékos elment tőlük külföldre, Ausztriába játszani. Úgyhogy hát a TESZ meglátjuk, hogy tudja ezt tartani majd ősszel is, mert azért vannak a nyomába jó csapatok. Végezetül még egy kérdés, hogyha nézők nem tudják, akkor hogyan lehet följebb jutni följebbi osztályokba, mondjuk egy másod vagy harmad osztályból? Hát ez úgy lehet, hogy az első osztályból van két feljutó, aki ott megnyert, nyilván a Szuperligából akkor lesz két kieső, ugye mivel két másodosztályú csoportunk van, akkor onnan csak az elsők kerülnek fel az első osztályba, és az első osztályból viszont két kieső lesz, tehát teljesen értelemszerűen mindenhonnan kettő kerül föl, kettő esik ki. Köszönöm szépen, és akkor ősszel találkozunk, hogyha folytatódik a bajnokság. Köszönöm szépen. A lehetőséget én is. A zumba vérpesdítő, minden testrészt megmozgató latin ritmusokkal és világtáncokkal tarkított fitness program. Pénteken bemutató edzést tartottak budapesti és pécsi oktatók a NEFKO tornatermében. A zumba Kolumbiából származik, kitalálója egy Beto Perez nevű aerobik és latin tánc oktató, aki dél-amerikai zenék segítségével forradalmasította a fitnesst. Ez 1999-ben volt, aztán 2002-ben már az Egyesült Államokban hónapok alatt 100 000 számra kezdték eladni a bemutató videókat. 2006-ra már 1000 szám voltak vizsgázott oktatók, 2009-re pedig a világ 75 országában mintegy 50 000 helyszínen lehetett zumbázni. Számítások szerint napjainkban hetente úgy 6 millió ember űzi ezt a testmozgást. Pénteken Budapestről érkezett két nemzetközi zumba oktató Pécsre. A zumba az egy fitnesszel és a tánccal ötvözött új mozgásforma. Új Magyarországon nem régi, egyébként tizedik év fennállását ünnepelte most Amerikában. Szerintem, és olyan embereket is bevonsz, akik egyébként nem kerülnének be a fitness termekbe. Tényleg kicsiket, nagyokat, kortól, nemtől, és tényleg súlytól függetlenül. De már Pécsett is járhatnak zumba órákra az érdeklődők. A bemutató edzésre a törzs vendégeken kívül kezdők is érkeztek. Mi tavaly novemberben végeztük el a Basic 1 tanfolyamot a kolléganőmmel, idén márciusban a Basic 2-t. Annyit kell róla tudni, hogy egy nagyon-nagyon jó zsírégető program, latin tánclépéseket tartalmazó fitnessről van szó. Szuper! Mindig szerettem a táncos aerobikot, a step aerobikot, és ez úgy nagyon csajsz és nagyon nőc, és úgyhogy nagyon szeretjük. Dopingolattad meg teljes mértékben. Ez olyan, mint hogyha egy jó buliba lenne az ember, és te minél többen vagyunk, annál jobb a hangulat. Elég régóta sportolok, tulajdonképpen az egész életem ezzel telt, nagyon szeretem a sportot. Én is ugyanúgy, mint a Det, nagyon szeretjük a táncos órákat, tehát előtt és ezt aerobikoltak a Krisztánál évekig jártunk, és amikor elkezdődött a zumba, tulajdonképpen a lendület az magával viszont. Hétfőn délelőtt már edzett a PMFC labdarúgó csapata. Az NB1-be feljutott együttes két játékost már leigazolt. Az idő kevés, a szokásos 6 helyet csak 3 hét tiszta felkészülési időszak áll a csapatok rendelkezésére. A 10. helyet célozta meg első NB1-es szezonjában a PMFC. A csapatnak 3 hét tiszta felkészülési idő áll rendelkezésére a bajnoki rajtig. Közben folyik a csapatépítés és a taktika megbeszélése. Az együtteshez két játékos már leigazolt. Petrov Viktort már leigazoltuk, a Tóth Zolit leigazoltuk, és hát nagyon sok új játékos várható. Tehát a következő 10 napban
megnézzünk legalább 20 külföldi játékost, kell is. Sajnos a magyar piac nagyon be van szűkülve, nagyon nehéz választani, mert elég sokba kerülnek magyar játékosok, és általában szerződésük van, és így mindenképpen külföldről kell hoznunk minőségi játékosokat. Leültünk a tulajdonosra, és azt mondtuk, hogy hát egyrészt a biztos bemaradás, de a 10. helyet céloztuk meg, hogy mindenképpen nagyobb célokat, mint amit elvárnának a csapattól. Ha most lenne annyi időnk, az a 6 hét, ami általában szokott lenni csapatoknak, akkor egész más edzésmunkát végeznénk. Most egy kicsit a tapasztalatunkra vagyunk hagyatkozva, mert 3 hét tiszta felkészülés lesz, amit nem is lehet alapozásnak vagy felkészülésnek nevezni. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, mert közben még csapatot is kell csinálnunk, tehát taktikailag össze kell rakni. A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden 10 órakor tartja a 2011-12-es NB1-es bajnokság sorsolását az MLS székházában. A PMFC 1 hét halasztást kér, ha ezt nem fogadja el a szövetség, akkor mindenképpen egy neves csapattal szeretnék az első mérkőzést játszani. Ez volt a Sportma, a Pécs TV magazin műsora. Friss hírekkel, érdekességekkel, aktualitásokkal legközelebb jövő hétfőn várom Önöket. Viszontlátásra!